Aki mezőgazdasággal akar foglalkozni, az azért a megyébe elsősorban ránk gondol, hiszen azért mi vagyunk tiszta profilú intézmény a mezőgazdaságot tekintve, illetve hát itt a legjobb mezőgazdasági vidéken fekszünk, az egyik legjobb mezőgazdasági vidéken az országban. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a búza és a kukorica hazája, tehát illetve állattenyésztésben is jól állunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki mezőgazdasággal szeretne foglalkozni, élelmiszeriparral, az mindenképpen a mi iskolánkat választja, illetve hát a számok is arról tanúskodnak, hiszen egy elég nagy létszámú intézmény vagyunk, és szerintem még országosan, de a megyében is. Mezőgazdaság, erdészet, tehát ugye ez már ugye ágazati képzés jelenti, élelmiszeripar és környezetvédelem, tehát ezekre a területekre várjuk a jelentkezőket. A tanulók itt megtanulhatják a napi ápolási munkákat, a borjaktól kezdve egészen a tehenekig. A tehenistálóba, a termelőistálóba, a fejőházba tudnak bemenni, segítkezni a napi munkálatokba, esetleg állatorvos mellett is tudnak segítkezni az alap dolgokat, lázmérőzés, egyszerűbb vizsgálatokat elvégzik, illetve a fejőházba a fejük mellé vannak beosztva, illetve mindig az adott aktuális munkát kell elvégezniük, amiknek éppen munkacsúcs van, akkor tudunk besegíteni. És végül is az elejétől a végéig, a születéstől, az elléstől, a tejtermelő tehenekig mindent végig tudnak nézni, gyakorolni, látják, akár egy borjnak a fejlődését, ami majd visszakerül a üszőtelepről a telepre, láthatják, hogy mi lett belőle, mivé változott. A mezőgazdasági technikus ez a szakma. Hát ezt azért választottam, mert érdekel a mezőgazdaság, meg az állattenyésztés, földművelés, meg a növénytermesztés. És honnan az érdeklődésed? Hát a családban ezzel foglalkozunk, jószágozunk, van földünk, meg növénytermesztés, meg száraz takarmány, hát meg így az egész mezőgazdasággal foglalkozunk. Hol laksz? Nagy Rábeny. A 5. koromban eldöntöttem, hogy ide jövök, mert sok ismerősöm ide járt, meg hát úgy érdekelt itt ez az iskola is, meg jókat mondtak róla. A szakma választás az már korán történt, igazából még a óvodás koromban. A családomnak is van egy tanyája, és akkor az állatoknak a állatközelség, állatszeretet, természetközelség. Meg kellett nyáron, amikor betakarításon ez egész család úgy összejön, és akkor úgy megszerettem igazából. Sok ismerősöm járt ide, ajánlották, és akkor igazából így jelentkeztem ide. Fel is vettek szerencsére elsőre, úgyhogy nem volt semmilyen probléma ezzel. Nem tekintem munkának, hát hogyha szereti csinálni az ember, akkor ez nem munka. Igazából ez csak ilyen kis hobbi, kikapcsolódás, amivel pénzt is lehet szerezni. Igazából az állattenyésztés, ami úgy engem jobban érdekel. Felnőtt korodat hogyan látod magad előtt? Otthon dolgozni, vagy apuval, mert apu gépszerele, és akkor ő is benne van, és akkor hát vele szeretnék tovább folytatni. Általános iskolás korom óta, tehát 8. korom óta traktorozok, meg a jószágokkal foglalkozok. És itt van kedvenced? Hát igen, mondjuk itt a csoport, itt amelyeken bementünk, azokat ismerem is őket, jó kis jószálok, meg szelidek. Szeretsz ide kijönni? Nem jó hely amúgy. Mit ad ez pluszba? Mit lehet itt látni? Hát, hogy modern technológiák vannak, az biztos. De voltam már olyan helyen, ahol nincsen, meg az adott lehetőségre, itt megvan minden. Kedvenc telepem igazából, sűrűn járunk ide, sőt mindig ide járunk. Itt vannak a kedvenc állataim, itt a 16-os csoport, ők a kedvenceim, pont kis kezesek nagyon. Mit lehet itt megtapasztalni, Barnos? Állatközelséget, jót, rosszat, beteg állatokat, egészséges állatokat, igazából elhullást, ellést, hát mindent, ami úgy a mezőgazdasággal kapcsolatos, jót és rosszat is. Traktorozni lehet, meg a jószág közé be lehet menni, simogatni, amelyik szelíd, meg kell etetni, meg gondozni őket. Az év minden napján munka van, nincsenek pihenők, nincsenek hétvégék, jönni kell, etetni kell, almozni kell alájuk, ápolni kell őket, nézni kell őket, figyelni kell őket, és tényleg aki ezt szereti, az nem munkaként fogja majd felfogni, hanem tényleg szívből jön ide és csinálja. És tényleg, amit láttak a szülőktől, nagyszülőktől, azokat viszik ők is tovább, szeretnék esetleg fejleszteni az ottani gazdaságot, amit majd megörökölnek, vagy tovább visznek, és itt a modern technológiát megtanulhatják, az iskolában az elméleti részét, és a kettőt szépen összegyúrva egy saját kis gazdaságot tudnak majd kialakítani otthon.
Hajdúböszörmény 37 ezer hektáron gazdálkodik növénytermesztési területből, és ehhez tartozik még, hogy a Magyarországon a Hajdú-Bihar megye a legnagyobb állattartó telepekkel rendelkező megye, és ezért mindenféleképpen szükség van rá, hogy a gyerekeknek az oktatása az itt történjen meg, és a legjobb az, mi szerencsések vagyunk, hogy itt van a városban, és ezeket a lehetőségeket jobban ki is tudjuk így használni. Az engedélyünk, ami a Nemzeti Agrárkamarán keresztül van, 15 gépész és 15 gazda oktatására van engedélyünk, és ez attól függ, hogy körülbelül hány gyerek szeretne ide érkezni. Most egy tanuló van egy gépész munkaszerződéssel, és 7 tanuló van pedig tanulószerződéssel, mint mezőgazdasági gépészként. Nagyon régi a kapcsolat, ez még a 80-as évek elejétől kezdve alakult így. Mindenben, amiben tudunk, egymást segítjük. A gyerekek oktatásába, üzemlátogatást tudunk nekik szervezni, a legmodernebb gépeknek a beüzemelését, bemutatását tudjuk nekik biztosítani. Szecskázónak az állókését fogom kicserélni. Én 2016 júniusában végeztem a szakképzőiskolába, és utána ide fel is vettek dolgozni. Itt is voltam tanuló 2 éven keresztül, és tanulókoromban már foglalkoztunk ilyenekkel. Az alapokat megtanítjuk nekik, a legtöbb olyan munkafolyamatot, amivel itt, meg az életben is fognak találkozni, aztán mindig bővül a tudásuk, az életútjuk. Nekünk is fő célunk az, hogy a munkaerőt kineveljük. Az alaptalajművelőgépektől a korszerű betakarítógépekig, korszerű traktorokig szinte minden olyan munkafolyamatot láthatnak, amellyel találkozni fognak, meg a szakmájukban találkozniuk is kell. A gépparkunk az egy modern géppark, igyekszünk is évről évre bővíteni, mindig az adott technikai újdonságokat figyelembe véve ezeket az eszközöket használni, és ugye a fiataloknak is megtanítani azt, hogy igen, ezzel kell majd a későbbiekben dolgozniuk. Vannak kihívások nap, mint nap? Hát igen, igen, vannak. Én már 6 éve dolgozok itt, ez helyek közel már, már úgy megyem magamtól is. A fő célunk az, és azt kérem az iskola vezetősétől, hogy olyan diákokat próbáljunk ide szervezni, akik a későbbiek folyamán itt fognak majd dolgozni. Most is az utóbbi 10 évből 10 gyereket sikerült fölvennünk, akik itt végeztek az iskolában, mint gépész, mezőgazdasági gépész üzemeltető, mint szakmunkás, de mint technikusokat is. Én nagyon szeretem a gépeket és a gépekkel való dolgozást. Nekem a szüleim is ezzel foglalkoznak, és így jött az érzés. Olyannak való, aki ezt szereti csinálni, szeret benne dolgozni. Saját tapasztalatból is mondom, hogy ugye én úgy választottam a szakmát, hogy már előtte tudtam, hogy mi szeretnék lenni. Ha most kell pályát választani, én ugyanezt választanám. A gépész szakmában egy elég nagy hiány keletkezett, és ugye főleg már most már a modern betakarítógépek, modern traktorok, GPS használat, egyéb ilyen precíziós gazdálkodásnak az eszközeit. Ugye ezt a mostani fiataloknak kell megtanulniuk és alkalmazni is magyar jövőben, és igen, van helyük. Az én szüleim is mezőgazdasággal foglalkoztak, én is mezőgazdasági gépészt végzettségem van. A középiskolát én Berettyóújfaluban végeztem, a főiskolát azt pedig Mezőtúron végeztem. Én 26 éve dolgozok a cégnél, mint mezőgazdasági gépészmérnökként kezdtem, majd később, mint cégvezető. A fiataloknak az akarása, mikor már ide kerülnek, megvan. Ugye van egy olyan hatása is, hogy jelentkezni kell külső gyakorlati helyre tanulónak. De aki már ide jelentkezik és ide bekerül, ott már az erős indítatás is megvan, hogy ő akarja ezt a szakmát, és ezt el is várjuk tőle. Nem egy tanuló van, aki itt állás lehetőséget kapott, és mai napig is itt dolgozik. Tehát ez 10-en felül van, ez a létszám. Itt nincs olyan, hogy megállj van. Tehát a megállj az
Talán a téli szezon az, ami egy picit gépüzemeltetésileg lassabb, de gépjavításilag az az erősebb időszak. Tehát itt tavasztól tavaszig mindig van munka. Természetesen, ha állattenyésztés van, ott ugyanúgy szintén az ott dolgozó gépeknek üzemelni kell az év 365 napjában. És az a gépszerelőkön sok minden múlik. Valaki mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozik, akkor arra mindig lesz kereslet, hiszen ugye ez viszi előre az emberiséget, tehát magyarul ez egy biztos megélhetés, valahol megtalálja a számítását, tehát itt van annyi üzem a környékünkön, illetve hát ugye nem csak mi vagyunk itt Böszönyben, van élelmiszeripari üzem, illetve termelőüzem, hanem itt van Debrecen közelsége, ott is vannak élelmiszeripari üzemek, illetve hát mindenkinek, aki ide jön hozzánk, minden településen van valamilyen, ha más nem, akkor egy kisebb üzem, ahol kis termelői előállítás folyik, tehát mindenhol, ahol úgy gondolja, hogy a szülőfalujában, vagy a szülővárosában, vagy községében valamilyen üzem van, ott megtalálja a számítását, itt a szakemberek kellenek oda is. Teremteni szerettem volna valami szépet és újat létrehozni. Úgy gondolom, ez egy nagyon szép szakma, és a világ legszebb szakmája, majd, hogy nem az egyetlen szakma, amiben a növényeknek a legjobban segítünk, hisz a növények nélkül mi se élnénk meg. Ők termelik nekünk az oxigént, ők biztosítják az életünkbe azt a szépséget, elvégre mindenki szereti a virágokat. Van kedvenc virágod, Miki? Kedvenc virágom annyira nagyon nincs, így legjobban a nőszirmot vagy az orchideákat mondanám, de egyébként minden virágot szeretek ugyanúgy. Az ember, ha hivatását választja, akkor tudni kell azt, hogy a lehető legtöbb időt abban kell eltöltenie. Nem mindegy, hogy milyen hangvétellel, milyen hangulatba teszi. Gyakorlatilag van egy nagyon szép szálló ide, hogy aki a világot szereti, az ugye rossz ember nem lehet. Na most gyakorlatilag minden kertésznek szakmában így kell viselkednie, mert a növények ugye nem csak a kikapcsolódást adják számunkra, hanem mindenféleként, minden feltöltődést is. És aki ezt a szakmát gyakorolja, az nyilvánvaló, hogy ebben jó kell, hogy magát érezze. Maga a vállalkozásunk ebben az évben lesz 25 éves. Gyakorlatilag onnantól kezdve már a kapcsolatunk él. Kisebb-nagyobb megszakításokkal hallgatót mindig is fogadtunk, és fogadunk is. Iskolán kívül is szoktam kertészkedni, úgyhogy szoktam a nőnekkel foglalkozni. Ezzel szakmával lehet a ház bármelyik részét, vagy kert bármelyik részét megszépíteni, az emberek szívébe boldogságot adni. Elvileg mindenki jobban érzi magát, hogyha növények vannak körülötte. Hogyha ez itt megfogta őket ez a szakma, akkor ugyanúgy, mint az én példámon, lehetőségek korlátlanok. Tehát, hogyha valaki igazából szereti a szakmáját, és gyakorlatilag abban akar maradni, akkor én azt mondom, hogy holnap is abban lesz, és 10 év múlva is. Két út volt előttem, hogy műszaki pálya, vagy pedig mezőgazdaság. Anyuvám után a indítatás megvolt, nekünk volt egy kis szőlőterületünk, ahol rendszeresen jártunk szabad időt tölteni, és a növények szeretete gyakorlatilag onnan indult. Valószínűleg miért tovább tanulni kertészmérnöknek vagy hasonló dolog még szóba jöhet, de az érettségit biztosan akarom tenni. Nagyon sok a pályahagyó minden szegmensbe. Ugye ez piaci viszonyoktól függ, hogyha valaki el tud helyezkedni a szakmában, akkor szerencséje van. Ha valaki, mint magánvállalkozó tudja folytatni esetleg a szüleinek az útját, akkor is egy nagyon szerencsés helyzetben van. Én úgy érzem, és gyakorlatilag a mai napig is azt tapasztaljuk, hogy a megkezdett úton haladnak a gyerekek tovább, amit a családtól kapnak. 1938 óta nagyon sok szakember képeztünk már ki. Nagyon sokszor jönnek vissza a szülők, és akkor tartunk valamilyen pályorientációs tevékenységet, és akkor mondják, hogy hát azért hoztam ide a gyerekem, mert én is ide jártam. Sőt, van, akinek a nagypapája is ide járt. Tehát ugye itt ezek megvannak. Tehát a földeket vinni kell tovább, a családi gazdaságokat, illetve hát hogyha kicsi földje is van, de valahol dolgozik valamilyen mezőgazdasági cégnél, akkor is ide fog jönni, hiszen ott dolgozik, és a sajátját megcsinálja a munka után. Tehát ez mindig is jellemző volt Hajdúböszörményre, illetve a kis településekre, hogyha még valahol dolgozott is, akár a mezőgazdaságtól nem szakadt el. Széchenyi a vidék iskolája, tehát a jövődet műveli, ugye itt a földművelés tekintetében mindenképpen benne van, mert ugye a földet mívelni, azt mindig mívelni kellett, hogy az öregek mondták, és hát mi a vidék iskolája vagyunk valóban, hiszen itt az összes településről lényegében ide járnak a tanulók,
És azt gondolom, ez egy nagy szó. Tehát bennünket nem kell bemutatni, mert hogyha mondják, hogy a Széchenyiből jöttek, akkor tudják, hogy az a mezőgazdaság. Egy mezőgazdasági szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, és az olyan alapokat adott az élethez, hogy egyébként az élet bármely területén az ember helyt tudott volna állni, de mégiscsak ezek a gyökereink, mégiscsak ezek a család indítatásaink, mégiscsak az ember itt érezte magát biztonságban. Itt talált hasonszűrűekre, barátokra ezekben az iskolákban. Úgyhogy én mai nap is ezt választanám, holnap is ezt választanám. Én biztatok minden szülőt és minden fiatalt arra, hogy válassza a mezőgazdasági szakképzést, hiszen olyan lehetőségeket talál benne, olyan kihívásokat talál benne, olyan érdekérvényesítést talál benne, olyan sikereket talál benne, amely nincs más ágazatban. Hiszen a 21. század kihívásai az pontosan az agrárium és az élelmiszeripar körül fognak lenni.